Gyengébb az idei termés átlag Zalában, mint az előző években az aszályos, csapadékhiányos időjárás miatt. Sabján Krisztián hangsúlyozta, az ország többi részén még rosszabb a helyzet, és egyes növények teljesen elszáradtak. Ma Zala megye több területén is leesett néhány milliméter csapadék, de az Agrárkamara megyei elnöke szerint ennél jóval nagyobb mennyiségre lenne szükségük a földeknek. A tavaszi vetésű növények a megye déli-délnyugati részén elegendő esőt kaptak, viszont az északon és északkeleten tapasztalható vízhiányos időjárás miatt a kukorica egy része elszáradt. Sabján Krisztián arról számolt be, hogy ennek ellenére Zalában nincs olyan mértékű aszályos kitettség, mint például az Alföldön, ahol a kukoricát már csak bálázva, állati takarmányként tudják felhasználni. Én úgy gondolom, hogy Zala megyében az országos viszonylatban azért nagyon jó áll, hiszen a gazdáknak a döntő többsége örülhetett annak, hogy a tavaszi fejtrágyázásoknál, gondolok itt a repce, illetve a búza fejtrágyázásánál azért az eső az időben megérkezett, és volt eső, több alkalommal is volt csapadék. Elsősorban a gyümölcsök méretében mutatkozik meg a csapadék hiánya. Mutatott rá Harcz Endre. A becsehelyi őstermelő azt tapasztalja, hogy a vízigényes növényeknél, például a kivinél még nagyobb problémát okoz a szárazság. A szakember több fórumon szembesült azzal, hogy egyes gazdálkodók a jégkármérséklő rendszert teszik felelőssé az aszályért, és hangsúlyozta, szerinte nincs semmilyen összefüggés, ez egyszerűen egy szárazabb év. Nagyon egyszerűen cáfolható, és hihetetlen, hogy egyes emberek ezt el tudják képzelni, mert ez a jégkármérséklő rendszer, ez nem hogy csökkenti a csapadékot, hanem mivel kondenzációs magvakat juttat a levegőbe, hogy csökkentse a jégméretet, ezáltal a csapadék mennyiségét nem hogy csökkenti, hanem növelni tudja adott esetben, és ugye a január, február, március is rendkívül száraz volt, amikor nem volt jégvédelem. Múlt éven májusban rengeteg eső volt, amikor volt jégvédelem. Zalaegerszegen, meg Zala megye északi részén rengeteg eső volt most az idén, ahol van jégvédelem. Harcz Endre szerint egy-egy nagyobb esőzés még jót tenne, de jelentős változást már nem eredményezne a termésben.